A hagyományokhoz híven idén sem maradt el a magtábor Tolnán. Első körben az alsó tagozatos diákoknak szervezett a Tolnai Kulturális Központ kétszer egy hét tábort. A szervezők ügyeltek arra, hogy a programok tervezése közben vegyesen szerepeljen sport, játék, ismeretterjesztés és minden, ami a kicsik kedvelt elfoglaltsága. Napközis tábor hétfőtől péntekig tart 8-tól 4 óráig. Igen, hát tartalmas volt a hét, én úgy veszem észre. Próbáltunk mindenféle jót beletenni a táborba. Lovaskocsikáztunk, itt járt nálunk egy póni, akit tudtak gondozni a gyerekek. Voltunk sárkányhajózni, volt társasjáték, volt kézműves szakkör, volt agyagozás. Most éppen kint megy a gokárt verseny. Itt a hátam mögött viároznak a gyerekek. És tegnapi napon el voltunk kirándulni a Gemenci erdőbe, ott kisvasutaztunk és megnéztük az állatokat. Vannak, akik már évek óta ide járnak, őket nagyon szeretjük, meg mi is ismerjük őket. És hát megpróbáltuk ilyen 20-20-assal belőni ezeket a táborokat a vírus miatti intézkedések következtében. Böglein Máté Lilla már harmadszor jár a táborban. Ő azt mondja, minden programot élvezett, a kedvence a habparti volt. Nekem annyira tetszik ez a tábor, úgyhogy én mindig jövök. A Gemencbe vasutasztunk, hát a és sok szúnyog volt, és nagyon jó volt. Tölgyesi Csaba is visszatérő táborozó. A számítógépes játékok érdekelték a legjobban. Azt hiszem, most vagyok harmadszorra. Harmadszorra vagyok itt, igen. Az is nagyon tetszik, amikor kiszoktunk menni a lovardába, ma is voltunk kidobózni, ez is elég jó volt. A felsősök sem maradnak ki a jóból, nekik augusztus 23-án kezdődik a szintén egyhetes tábor. Különféle szakmákat, foglalkozásokat fogjuk bemutatni, a pályaorientáció jegyébe fog telni ez a tábor, de ott is jut azért természetesen a sportra és a játékra is figyelem. A Tolnai Kulturális Központnak még van vissza egy nagy nyári fesztiválja, a Bárka Fesztivál augusztus 6-án, 7-én, hát most már annak zajlanak az előkészületei.